Barabás az egyik olyan megyei határátkelő, amelyen keresztül menekültek érkeztek Magyarországra. A határon átlépőket kis buszokkal és Barabás önkormányzatának járműveivel szállították a melegedőbe. Nagyon sok ember csak átutazóba érkezik, tehát nem veszélyeinkbe, csak bejön ide, esetleg egy teára és utána utazik tovább, viszont éjszakára megternek, tehát elég hideg éjszakáink vannak, megternek ezek a melegedők. Már több helyen csináltunk ilyen meleg helyeket, ahol ezeket az embereket, különböző a kisgyerekes, gyerekes családokat el tudjuk látni. Ez pedig már Tisza Becs, itt a helyi általános iskolában alakította ki melegedőt a menekülteknek. Volt nap, amikor több mint 4000 ember jött át a határon, közülük csak nem 2000 ember fordult meg ezen a helyen, több mint 300-an pedig az éjszakát is itt töltötték. Rengeteg felajánlás érkezett ide is, hatalmas mennyiséget raktároztak el vízből, alapvető élelmiszerből, pelenkából, ruhaneműből és ágyneműből egyaránt. Nem egyszerű feladat, nagyon sok segítség érkezik Tiszabecsre, nagyon sokan hoznak és segítenek, a telefonom állandóan csörög, de ennek örülök, hogy kis Magyarország összefogott, és együtt érzünk azokkal az emberekkel, akik nem csak magyarok, akik ukránok is átjönnek, és akkor igyekezünk őket fogni, és mindenbe segítségeket tudunk nekiek adni, amiben csak kérnek. Ebbe az újonnan átadott nyírbélteki terménytárolóba akár 180 vagon takarmányt is el tudnak tárolni a környékbeli gazdák. Bagdi Sándor polgármester elmondta, a térség számára nyújt segítségét a fejlesztés. Mindenki használhatja, gyakorlatilag nyírbéltek egy központi szerepet lát itt el. Ugye környező települések rajtunk körül vannak, úgy mint Encsen, Spirice, Ömböly, Lugos, Penészlek, és egyfajta központi helyen vagyunk, úgyhogy mindenki hozhatja ide, és nyilvánvaló, hogy ez majd valamilyen verseny szellemet fog ébreszteni a felvásárlókban is. Ezek a fotók 2021. júliusának végén készültek, azokban a napokban, amikor elkezdődött Kálóseményben egy újabb hiánypótló beruházás. Az új belterületi kerékpárút kapta meg az első aszfalt réteget. Több mint fél év után pedig már birtokba is vehették az elkészült útszakaszt. 417 millió forintos támogatásból valósult meg ez a beruházás, a TOP megyei forrás adott erre nekünk lehetőséget. Külön öröm számunkra az, hogy 2 darab gyalog átkerő helyet is sikerült kialakítanunk a beruházás révén, ami az oktatási intézményei megközelítését teszi lehetővé. Narancssárga színekben pompázik Pócs Petri általános iskolája az újra szigetelés és festést követően. Új tetőszerkezetet is kapott az épület, amire nagyon nagy szükség volt, a korábbi fedél annyira elhasználódott, hogy több alkalommal is komolyan beázott az épület. A történelmileg is jelentős katolikus iskola épületének felújításához hazai és Európai Uniós támogatást kapott a település. Megkaptuk a BMS pályázatra 67 millió forintot, illetve kaptunk az energetikára 210 millió forintot, ami az összes nyillászárót, a gépészetet kicserélhettük, illetve külső szigetelést és napelemet szereltünk a iskolára. Erre nagyon nagy szükség volt, 90-ben épült ez az új szárny, de komplett felújításra került az egész iskola energetikai szinten. Az utcáról ablakon át adták be az adományokat a kisvárdai Kárpátalja házba. Márciusban folyamatosan érkeztek a tartós élelmiszerek, tisztálkodási és gyermekápolási cikkek. A kulturális központ tevékenységét átalakította az orosz-ukrán háború. Az adománygyűjtést a Tisza Európai Területi Társulás szervezte. Mi vagyunk a legmegfelelőbb együttműködési társulás arra, hogy most ezt a nehéz helyzetet áthidaljuk. Hiszen, minthogy Szabolcs-Szatmár-Berek megye és Kárpátalja megyét foglaljuk össze, így rendelkezünk megfelelő mennyiségű kapcsolatrendszerrel, hogy az itt lévő adományokat a megfelelő helyek Kárpátaljára tudjuk eljutatni, és felmérjük azokat a hiányosságokat, amire éppen szüksége van Kárpátaljának a kapcsolatrendszernek megfelelően. Mire van most éppen szüksége Kárpátaljának? Főként élelmiszerre. Sajnos azt a hírt kaptuk, hogy még most érkeznek nagyon sokan, akiket amennyiben nem tudnak átkelni a határon, Kárpátalja kell, hogy befogadja. Őket nyilván el kell látniuk élelmiszerrel, ezért tartós élelmiszerre van főként szükségünk most jelen pillanatban. Fehérgyarmaton egy üzemcsarnok alapkövét tették le márciusban. A városban az elmúlt időszakban számos, a gazdaság élénkítését célzó beruházás zajlott. Az ipari park rehabilitációja mellett új piaccsarnok is épült. A gazdaság helyzetbe hozásához azonban még több infrastruktúrális fejlesztés szükséges.
a legtávolabban Nyíregyházától, legtávolabban ez a térség Budapesttől, és hogyha egy ilyen beruházást megcsinálunk, akkor az már egy esély arra, hogy ide tőke, magyar, külföldi vállalkozás települjön. Persze feltétel még az, amiről mindannyian beszélünk, hogy a megfelelő infrastruktúrális feltételek is legyenek meg. A kormány a közútfejlesztési programjában lehetőséget ad a legtávolabb eső térségeknek is, hogy tudják fogadni az ide érkező és ide érkezni akaró tőkét. Három funkciót is ellát ez a gyártóüzem a Nagykállói Ipari Parkban. A megyhez és almához kapcsolódó kutató és fejlesztő munka, a feldolgozás, valamint az értékesítés első fázisa is ebben az épületben zajlik. A márciusban átadott üzemben a helyben megtermelt megyből és almából étrend és táplálékkiegészítőket készítenek és dobnak piacra. 30-35 ember foglalkoztat itt a jövőben az üzemet működtető vállalkozás. Igazából már nem az élelmiszerek feldolgozott, élelmiszerből ugye kinyert anyagoknak a maga az étrend kiegészítő formába történő kiszerelését, akár kapszulába, tablettába, bármilyen formába fog történni. Maga az élelmiszer üzemnek a megvalósítás, úgy gondoljuk, hogy a következő ciklusban, amikor az egyik fő prioritása a magyar tulajdoni élelmiszeripari felgő lesznek, akkor fog megvalósulni, és alapvetően ugye két alap gyümölcsre, az almára és a megyre. A levelekiek március 15-én a Nemzeti Ünnepen gyűltek össze, hogy lerakják az új piac alapkövét. Turócini Székely Anita polgármester azt mondta, a 85 millió forintos beruházás egyszerre hasznos az itt élőknek és az őstermelőknek. A hazai magyar zöldségek, gyümölcsök, a házi tej és tejtermékek finomak, egészségesek. Vásárlás során itt ezeket a termékeket tudjuk előnyben részesíteni. Nagy jelentőségű a piac településünkön azért is, mert lehetőséget nyújt az őstermelőknek, kereskedőknek, hogy helyben dolgozhassanak és tudják eltartani családjaikat. Új szigetelés díszíti a görögkatolikus parókia épületét Kislétán. A közösségi ház energetikailag is megújult, a fűtőrendszert és a vízvezetéket is kicserélték benne. Megáldatik és megszenteltetik ez a templom az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A görögkatolikus templomra állás is került, amely szintén komfortosabbá vált a hívek számára. A padsorokat fűthetővé alakították, a falakra pedig új lámpatestek kerültek. Szocska Ábel megyés püspök azt mondta, a megújulás a húsvét előtti bőti időszak szimbóluma, amire ma még inkább oda kell figyelni. Fontos ez az üzenet napjainkban, amikor ilyen rendkívüli történelmi pillanatokat élünk meg, hiszen ezt szeretnénk a mi böjtünkkel és imádságunkkal, hogy a háború az álljon le és legyen jobb ez a világ, hogy béküljenek meg a háborúban élő felek. És egyfajta kézzel fogható jele ez a templom annak a megújulása, a parókia is annak a megújulása, hiszen ezek is jobbá, szebbé váltak. Ez a böjtnek az üzenete, szebbé és jobbá válni. A nyírbátori járásban az utóbbi években csaknem 150 templomot rekonstruáltak.